Szobrot állítanak Bethlen Gábor fejedelemnek Marosvásárhelyen. Erről döntött ma a megye központi önkormányzati testület. A kölcsönösség jegyében és pénzkeret hiányában született meg a vonatkozó döntés. Az előző évek tapasztalatához híven a szoborállítása vonatkozó határozat tervezett megszavazása ezúttal sem ment zökkenőmentesen. A Bethlen Gábor szoborállítás kapcsán először Claudio Major alpolgármester szólalt fel, mint mondta, ha a román fél szobrot állíthat, akkor a kölcsönösség jegyében a magyar ajkúak is igényt tarthatnak erre. Egy bevett és bevált szokás, hogy amennyiben egyik fél szobrot állít, ez a lehetőség a másiknak is megadasson. A magyar ellenes szólalásairól elhíresült Olympiusza Baupop városi tanácsos ezúttal sem hagyta magát. Haladékot kért arra, hogy utána olvasson, ki volt Bethlen Gábor. Lehet, hogy a kollégáim mindent tudnak erről a Gáborról, de én nem. Ez az én hibám. Ezért azt javaslom, hogy halasszuk el a határozat tervezetet. Az önkormányzati képviselők végül nem halasztottak és rábólintottak a határozat tervezetre. A szoborállítás körül azonban még mindig nagy a homály, pénz nincs és helyszínt sem jelöltek ki. Nincsen költségvetési keret, tehát egy kicsit úgymond nagyon előre futottunk ezekbe a kérdésekbe, de reményeim szerint a jövő hónapig tisztázódni fognak ezek a dolgok. A lényeg az, hogy innentől kezdve nem kerülhet ki szobor addig, amíg a régebbi döntéseknek megfelelően nem kerülnek, és elsősorban a Süte András szoborra gondolok, másodszorban pedig a pontos helyszínek meghatározása tekintetében is vissza kell jönni a tanácsba. A határozatban ugyanis feltételként szerepel, hogy csak akkor lehet felállítani szobrokat Marosvásárhelyen, ha az eddig megszavazott szobrok már a helyükre kerültek. A Süte András szobor felállítására már évek óta vár a marosvásárhelyi magyarság.